Köszöntöm közéleti magazinunk nézőit! Kinyitja kapuit június 22-én a múzeumok éjszakáján a szekszárdi törvényszék. Az érdeklődők civilek által korábban soha nem látott helyszínekre is bemehetnek majd. Egy benzinkútnál, ő tank volt, és én nem értem, hogy keveredhettünk ebbe bele. Baseballütővel rabolt ki egy benzinkutat a bíróság előtt álló vádlott. Ez volt az alaptörténete a szekszárdi törvényszéken középiskolás diákoknak bemutatott perszimulációnak. A perben érintetteket és a jogászokat is szakértőbírók alkották, hogy minél hitelesebb legyen a látvány. A közel két órás programot a szekszárdi Garai János Gimnázium 80 diákja érdeklődéssel hallgatta végig. 3 évvel ezelőtt került sor az első ilyen perszimulációra. A nyitóbíróság programban évente országosan közel 60 ezer diák vesz részt, Szekszárd, illetve Tolna megye is elég előkelő helyen van, hiszen az elmúlt évben több mint 3 ezer diákot látunk vendégül. Sokszor felmerül a kérdés, hogy hát mi közük van a gyerekeknek a joghoz. Ahogy megnézzük a mai időben gyakorlatilag az internet, a közösségi oldalak, de akár a közlekedés is olyan kihívások, amelyek bizony a gyermekeket is érintik, és hát meg kell találni azokat a csatornákat, amelyeken információt adhatunk. Úgy éreztük, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében ebben nekünk is lehet részünk. A forgatókönyv szerint a pert, ahogy a történet halad előre, időről időre megállítják, hogy egy szakértő átbeszél a diákokkal, hogy mit is láttak és hallottak addig. Számomra nagyon megnyugtató volt, hogy bevonhatók voltak a per feldolgozásában, érdekelte őket a munkánk, és úgy érezzük, hogy ez a körülbelül másfél órás program, amelyet hát figyelemmel kísértek végig, ez majd hagy olyan nyomokat és olyan információt náluk, amit majd fel fognak tudni használni. Emellett természetesen megismerik közelről, és megismerték a munkánkat, és abban is bízunk, hogy egy új perszimulációs anyagot is készítettünk, hogy a következő alkalommal már ebben láthatjuk őket ismét vendégül. Ezek a felvételek Tamásiban készültek néhány hete. Ott egy másik perszimulációt mutattak be a helyi járásbíróság jogászai gimnazistáknak, de nem csak ilyen módon igyekeznek a szekszárdi törvényszék és a hozzátartozó bíróságok szakemberei közelebb vinni az emberekhez a munkájukat, és megmutatni, hogy miként dolgoznak, vagy éppen, hogy milyen következményei lehetnek egy-egy meggondolatlan tettnek. Éppen ezért is csatlakoznak idén Szekszárdon a Múzeumok éjszakája nevű országos programsorozathoz június 22-én. Kinyitjuk a bíróságnak a kapuit a nagy közönség előtt, azaz azt jelenti, hogy a szekszárdi törvényszék Dózsa György utcai vagy Béla téri épülete mindenki számára nyitva fog állni június 22-én a délután folyamán, melynek során szeretnénk azt biztosítani, hogy bárki, nem csak az iskolások, akik eddig részt vehettek a nyitott bíróság programban, hanem bárki, aki érdeklődő részt venne a programokon, belelátna a bírák munkájába, belelátna az igazságszolgáltatásnak a bíróságokkal kapcsolatos rendszerébe, nyitottá válna a bíróság. A programnak a része mindjárt egy tárlatvezetéssel kezdődik a szekszárdi törvényszék épületében. Megmutatjuk magát az épületet a pincétől a padlásig. Az érdeklődők így olyan helyszínekre is bejuthatnak, amik az év többi részében zárva vannak a civil látogatók előtt. Megnézhetik azokat a tárgyalótermeket, azokat a bírói szobákat, azokat a helyiségeket, benne a rabőrzőt is, amelyet egyébként nem nyitunk ki a nyilvánosság számára. Szeretnénk, ha minél többen belelátnának a munkánkba, és ezáltal a nagy közönséget tudnánk tájékoztatni több mindenről. A szekszárdi törvényszék bejárása június 22-én bárki számára lehetséges, a részvétel viszont előzetes regisztrációhoz kötött. Az idei múzeumok éjszakája tehát igazán érdekes programmal bővül Szekszárdon. Az érdeklődés bizonyosan nagy lesz, ezért azt tanácsoljuk, hogy aki menni akar, regisztráljon minél előbb a szekszárdi törvényszék internetes oldalán. Aki részt szeretne venni, bővebb tájékoztatást olvashat a rendezvényről a szekszárdi törvényszék honlapján, a www.szekszárditörvényszék.hu oldalon, ahol megtalál minden részletes programot, a regisztrációval kapcsolatos teendőket. Ezt követően mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre. Kolbásztöltés, finom illatok, még annál is finomabb ízek, kellemes, szinte nyárias idő, nagyon sok zenés program és több száz résztvevő. Röviden így lehetne összefoglalni a közelmúltban kétjen megrendezett falunapot. A helyi nemzeti, etnikai és kisebbségi kultúrát bemutató rendezvényen nem csak Kétyről és környékéről, hanem Lengyelországból, valamint a Felvidékről és Németországból is érkeztek vendégek. A pazar hangulatú rendezvényt stábunk sem hagyta ki.
Napsütéses májusi délelőtt nagy sürgés, forgás, valami készülőben van a Kéthy foci pályán. Annak ellenére, hogy ezúttal nem a bőrlabdát rugdosták a csapatok, a versenyszellem azért munkálkodott a résztvevőkben. Izzasztó foci meccs helyett most a gasztronómiában mérhették össze erejüket a megjelentek. Idén szó szerint első ízben kolbásztöltő fesztivált és falunapot tartottak Kétyen. Nagyon szerettük volna mi is egyszer egy ilyen disznótoros rendezvényt csinálni, de sajnos nálunk ez nem megoldható, mert nincsen olyan helyünk, ahol egy ilyen nagy kaliberű rendezvényt meg lehetne rendezni, mert mindenki nagyon szeret disznót vágni, mindenki nagyon szereti a disznótorost, nagyon jó ételeket készítenek, és hát most ezt leredukáltuk a kolbászra, mert arra gondoltunk, hogy az, ami így kivitelezhető, és mindent úgy raktunk össze, hogy ezen a rendezvényen ez a lehető legjobban sikerüljön. Ledaráltuk a húst, olyan húst vettünk, ami ugye meg van darálva már, és az volt a lényege, hogy a csapatok, akik jelentkeztek, kaptak csapatonként 10 kg húst, egy erre a rendezvényre szimbolizált kötényt, és a kolbászbelet, illetve tányérokat, kenyeret, és a csapatok pedig hozták a fűszereket, amivel elkészítették a kolbászt, és ezt kóstoltuk végig. Azt illetően persze, hogy mitől lesz igazán jó ízű a kolbász, minden csapat másra esküdött. A felsőnánaiak például még a falu öregjeitől tanult módszer alapján dolgoztak, és remélték, a kóstolás után mindenki megnyalja majd mind a 10 ujját. Régiektől tanultam, nálunk nincs dekázás, gram, deka, én száj ízre csinálom, jobban, úgy mondom, de mindenkinek ízlése szerint kell csinálni a kolbászt. Most nem lehet azt mondani, hogy teszek bele 30 dekát 10 kg húshoz, közben nem is lesz jó. Én úgy gondoltam, hogy a mindenkinek az ízlése szerint van csinálva, a régiek is ugyanígy csinálták, mi is úgy csináljuk. Eközben a sátor másik oldalán a Kéthy Nyugdíjas Érdekszövetség tagjai egy egészen más koncepció szerint, a precizitást alapul véve álltak neki a sütögetésnek, hitvallásuk bevált recepten ne változtass. Hát a jó kolbász az friss darált húsból, örölt paprika, örölt bors, fokhagyma, só, fűszerek és ki, ahogy gondolja, van, aki kömény magot is rak bele, mi nem raktunk bele, de a miénk a legfinomabb, az biztos, a mi csapatunké. Mi szigorúan mérünk, mindent mérünk, mint ahogy megszoktuk otthon. Az, szerintem az is egy jó kolbász elkészítésének a feltétele, hogy az arányok ugye nem csak a húsnak, ugye megvan a 10 kg húshoz, hogy hány kanál örökbors, vagy hány deka örökbors, de mi inkább dekázunk, lemérjük, és akkor az már biztos siker. Azért is tudunk jó kolbászt készíteni, mi ebben nőttünk fel, mi minden évben disznót vágunk. Sőt, most már eljutottunk odáig, hogy nem csak évente egyszer vágunk disznót, hanem nyáron, ősszel, tavasszal, kinek ahogy megnő a disznója, mert itt akinek van disznója és foglalkozik vele, akkor már hűtőládába is vágunk disznót. És ezért nekünk már akkora rutinunk van, hogy nem téveszthetünk. Főleg mi Kéthy nyugdíjas tagok nem téveszthetnek. Aki pedig azt hitte, hogy a fiatalokat nem érdekli a kolbászkészítés tudománya, az bizony nagyot tévedett. A Kéthy ifjabb generáció tagjai legalábbis nem átalottak kötényt kötni a derekukra és nekiállni a kemény munkának. Sokat láttunk is, sokat méricskézünk is, van mikor érzéssel csináljuk, de mindenkinek a saját íze szerint. Én ezt elörököltem, vagy eltanultam, inkább úgy fogalmaznék, mert amit láttam otthon, mert ugye otthon is tartottunk disznókat, amit otthon láttam és úgy kóstolgattuk, az nekem jött be. A csapatokat főként helyiek tették ki, de voltak, akik jóval messzebbről, időt, utazást és kilométereket nem sajnálva országhatáron túlról, egészen pontosan a lengyelországi Kétyről, más néven Kentiből jöttek el idáig. A Tolna megyei és a lengyelországi Kéthy települések képviselő testületei komolyan vették a lengyel-magyar két jó barát kezdetű közmondást,
és a történelmi jó viszonyt a jelenben is buzgón ápolják. Az elmúlt évek alatt egyre szorosabbra fűzték a baráti szálakat, és ma már szinte elképzelhetetlen, hogy egy-egy közösségi eseményen ne lenne ott a két település vezetősége, képviselete. Lengyelországnak egy olyan vidékéről jöttünk, ahol a mai falusi ember még foglalkozik saját termesztésű és előállítású élelmiszerrel. Jó magam a polgármesterségem mellett mezőgazdász vagyok, állattartással és növénytermesztéssel is foglalkozom. A mi családunkban ennek hagyománya van, és ez általánosságban elmondható a Lengyelország déli területein élők körében is. A kolbászok csak úgy sercegtek a forró olajban, és aki a helyszínen volt, már a felszálló illatokból érezhette, hogy itt bizony más eljárás alapján készült a harapnivaló. Talán most csodálkoznak, de sok magyar látogatott már ki hozzánk azért, hogy megnézzék, mi hogyan keverjük össze az alapanyagokat. Ugyanis nálunk az őrölt piros paprika nem része az előállításnak, így végeredményben a kolbász világos színű lesz. Hagyományosan sót és majorannát teszünk a húsba, és persze kiki ízlése szerint egyéb más fűszereket is belecsempészhet. Itt kétyen disznóhúst kaptunk az előállításhoz, de otthon mi emellé vadhúst és marhahúst is szoktunk keverni a töltelékbe. Így nem tudjuk pontosan azt az ízt elhozni ide Magyarországra, amit szerettünk volna, de reméljük, így is finom lesz. A nemzetközi palettát tovább színesítve érsekkétről, két felvidéki testvértelepüléséről is érkeztek vendégek, akiket nem csak a finom falatok csábítottak ide. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó akció, nagyon jó rendezvény. Én megmondom őszintén, utoljára itt 15 évvel ezelőtt voltam, és még mindig találok, úgy mondom, hogy ismerőseket, hála Istennek, fiatalokkal, akik még annó együtt fociztunk, egymás ellen fociztunk, és nagyon jó, nagyon örülök, hogy itt vagyunk, és bízok benne, hogy önök is visszajönnek, mi is ugyanúgy fogunk ide járni, ahogy úgy mondva, hogy a régebbi időszakban volt. Efelől kétségünk sincs, de arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen is egy igazi felvidéki kolbász. Nálunk az alapanyagban, amilyen felvidéki titok, vörösbort is teszünk a kolbászba. Úgyhogy 2 deci vörösbort tettünk a 10 kiló húshoz. Bízunk benne, aztán majd a zsűri eldönti, hogy érdekeli, hogy ízlette vagy sem. Deutschland, wir sind eingeladen worden. Mi is nagyon szeretjük a kolbászt, és a magyaroké is isteni. Már idén nem sütöttünk semmit, de jövőre biztosan mi is készítünk valami finomat. Hogy ne csak a gasztronómiának, de a kultúrának is adózzon a rendezvény, a színpadot is megtöltötték élettel a helyi és környékbeli művészeti együttesek. A programok gerincét a Zombai Hagyományőrző Egyesület biztosította. Amikor a színpad deszkáin egymást váltják az előadó csoportok, a jó hangulat elkíséri az egész napot, és a jól lakottságtól már hátra lehet dőlni, akkor már csak egy valami hiányzik, hogy kerek egész legyen a szórakozás. A székekről Jolly és Suzy párosa állította fel a nézőket, na nem volt nehéz, hiszen jól ismert dallamok csendültek fel a falunapon. Köszönöm!
Tartsunk kérünk magatoknál! Köszönjük szépen még egyszer! Étel, ital, zene, jó társaság, ez jellemezte a Kéki falunapot, és hogy mindez létrejöjjön, az komoly összefogás eredménye volt. Azok a személyek, akik itt vannak a településen, mindent megtettek azért, hogy a polgármester ezt a rendezvényt össze tudja hozni. A képviselőtestület, a baráti kör, a civil szervezetek, és mindenki más, akinek a munkájának az eredménye ez a mai rendezvény. Pörbölyön évek óta számos közösségi rendezvény van. Ide tartozik a családi és gyermeknap. A közel 550 fős lelket számláló település focipályája mellé a közelmúltban egy fedett közösségi tér és játszótér épült, melyet örömmel használnak a település lakói. A gyermeknapra a testvértelepülés apraja nagyja is meghívást kapott. Egymást buzdítva, jó hangulatban vetélkedtek a fiatalok az idén 5. alkalommal megrendezett pörbölyi családi és gyermeknapon. A labdarúgó pályán tartott összejövetelre idén először a testvérváros Újbezdán is meghívást kapott. A két települést a kultúra köti össze, de ezúttal a gasztronómiának és a sportnak hódoltak a gyerekek. Ez egy családi gyereknap, most már körülbelül 5. alkalommal szervezzük, de az idei egy rendhagyó, mivel az újonnan testvértelepülésünk Újbezdán gyerekeit is ide vártuk, és meg is érkeztek, és velük szerveztünk egy vetélkedőt, tárcsázás van, bográcsozás, lángossütés, délután 1 órától ugráróvár. Jó pár év ezelőtt voltunk itt Újbezdánban a táncosok fellépni, és szorgalmaztam azt, hogy legyen egy testvértelepülésünk, és ők nagyon szívesen fogadták ezt, és tavaly augusztusban a falunapunkon hivatalosan is tettük a testvértelepülési megállapodást. Ők most 13 gyerekkel érkeztek meg, pár felnőtt kísérő, összesen 23-an vannak. A szülők igazából nagyon segítenek, mert ők sütik a húst, tárcsáznak, főznek. Itt a szülők, akik dolgoznak, a gyerekek meg szórakoznak. Az első feladatunk már megvolt, az egy elszórtunk szanaszét a terepen papírfeszniket, amin a Pörbély Hagyományos Egyesületnek a bélyegzője volt, és azt kellett nekik összegyűjteni, és ki tudott többet összeszedni. A következő feladatunk is sportos vetélkedők lesznek, célbadobás, váltófutás, a régi gyerekkorok talicskázása, például pingponglabda vivés kanálon, vízhordás kanállal. A bográcsban már rotyogott a pörköltnek való, a tárcsán sült a hús, a megéhezett gyerekek boldogan majszolták a reggeli lángost, vagy éppen hintáztak, csúszdáztak a ragyogó napsütésben együtt vidáman a magyar és a horvát fiatalok. Települési együttműködési egyezményt az tavaly augusztusban írtuk alá, azonban az ismeretség az szinte sokkal korábbi. Valójában két egyesület, a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület és az Újbezdáni Egyesület között jött létre először egy ismeretség. Újbezdánban hagyománya van a májusfa kitáncolásnak, és ennek a rendezvénynek a kapcsán került a Pörbölyi Néptánc Együttes Újbezdánba, akkor ismerkedtünk meg, és hát Szalai Anikó elnökasszony közreműködése révén végül is ez az ismeretség elhozott bennünket ehhez a testvértelepülési kapcsolathoz. Első alkalommal jöttünk a gyerekekkel, itt a mi egyesületünk keretében működik játszóház, gyermektáncsoport, és ezeknek a tagjait invitáltuk a gyermeknapra, amire meghívtak ide Pörbölybe minket. Hát szinte egész napos programot szerveztek, amiben nagy örömmel fogunk részt venni. Örülünk annak, hogy a mi gyerekeink is egy magyar anyanyelvi közösségbe tudtak ma jönni. Egy kis impulzus, aminek nagyon fontos határon túli magyaroknak, hogy érezzük azt, hogy az anyaországban még támaszt tudunk találni, és hát pont ez a nyelvi háttér az, ami nálunk már sajnos elveszőben van, egy asszimilálódó közösségben, ahol egyre több a vegyes házasság. A kisgyerekeknek nagyon fontos megérezni azt, hogy a magyar nyelv az nem elvetni való, hanem egy plusz érték, amellyel jobban föltalálják magukat a nagyvilágban.
Gyakran hazugságra kényszeríti a házi gyermekorvosokat az a szabály, ami szerint a betegeiket csak igazolással engedhetik vissza az iskolába. Sokan ugyanis az igazolatlan hiányzásaik magas száma miatt mennek orvoshoz és kérnek igazolást. Éppen ezért indított most petíciót a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete. Ez a mostani rendszerrel az egyik legnagyobb gond a házi gyermekorvosok szerint, vagyis, hogy a hozzájuk kerülő betegek tünetei a néhány perces vizsgálat alatt csak ritkán jelentkeznek. Ennek ellenére, ha a szülő azt mondja, hogy a gyereke tegnap lázas volt, akkor az orvosnak el kell különítenie a többi gyerektől, vagyis igazolást kell neki írnia. Akkor is orvosi igazolás kell, ha a beteg meggyógyult és újra mehet közösségbe. Az igazolásért viszont ismét orvoshoz kell menni, ahol sok beteg megfordul, ezért elkaphat valamit. Nekünk gyerekgyógyászoknak is, ugye a munkatársainak egy nagyon régi és nagyon utált feladat ez az igazolásgyártás. Az adminisztrációnkat borzasztóan megnöveli, semmi értelme nincsen. Igazából arról van szó, hogy ez nem is egy orvosi feladat. A másik az, hogy a felelősség teljes áthárítása az orvosra, ez történik, holott igazából nem mi vagyunk azok, akik valójában ismerjük a helyzetet, mert ki tudja, hogy mennyit hiányzik a gyerek, a szülő és a pedagógus. Tehát ez egy olyan lehetetlen helyzetet tudna előidézni, ha nagyon követnénk, hogy én kérnék a pedagógustól egy igazolást, hogy mennyit hiányzott a gyerek, ő aztán majd kérne tőlem egy igazolást, hogy mennyit hiányzott a gyerek. De még ennél is nagyobb probléma a Tolna vezetőházi orvosa szerint, hogy a mostani rendszerben sokan arra használják az orvosi igazolásokat, hogy az amúgy igazolatlan iskolai hiányzásaikat tegyék rendbe. A szülők felelőssége, ami úgy látjuk, hogy egy picikét úgy csökken az idők folyamán, az ezzel tulajdonképpen visszakapható lenne a szülői felelősség, mert kinek kell eldönteni azt, hogy mi a probléma, ki látja? A szülő. A szülő látja. Szó sincs róla, nem akarunk kivonulni orvosilag ebből. Tehát amikor a szülő úgy ítéli meg, hogy probléma van, azt ő neki el is kell tudni dönteni, hogy akkor megmutatja az orvosnak, vagy sem. Csak fölösleges olyan helyzeteket előidézni például, amikor esetleg a szülő is, hogy úgy mondjam, hazugságra kényszerül, mert szigorú törvények szabályozzák a hiányzást manapság, főleg az iskolában, és hát ennek anyagi vonzatai vannak. A legtöbb iskolában évente 3 nap hiányzást igazolhatnak a szülők, mivel semmilyen jogszabály nem tér ki arra, hogy évente hány szülői igazolás fogadható be, ezért az iskolák a saját belső házi rendben akár több napra is felemelhetnék. A legtöbb intézmény ezt mégsem hajlandó megtenni. Az orvosok szerint viszont ennél biztosan többre lenne szükség, hogy ne nekik kelljen akár hazugsággal is igazolni a gyerek távollétét. Az éves 3 nap, amivel rendelkeztet a szülő, az borzasztó kevés. Tehát egy csomó manapság már wellness hétvégékre mennek, ugye egy csomó családi esemény, azokra elmegy ennek a 3-szorosa is, nem ez a 3 nap, és akkor hát mit csináljon a szülő? Véleményünk szerint kitiltás, meg én ezt a szót használom, elkülönítés kizárólag járványügyi okból szükséges. Amit igazolnunk kell, hogy úgy megy vissza, hogy gyógyult. Tehát ez óriási nagy lépés lenne, hogyha ezt meg tudnánk lépni. A beteg gyerek elkülönítése, ez a cél. Az elkülönítést azt meg lehet oldani úgy, hogy otthon tartja, mi telefonon konzultálunk, azért, hogy esetleg ide jöjjön egy gyógyult gyerekkel, hogy tőlünk kapjon egy igazolást, az megint rossz ötlet szerintünk. Aztán, hogyha olyan jellegű a dolog, hogy egy tényleg iskolakerülésről van szó, akkor nyilvánvalóan az meg egy gyerekvédelmi feladat, az pedig nyilvánvalóan, hogy a pedagógus jelzi a gyermekvédelmi szolgálatnak. Tehát ott megint lehet intézkedni. Éppen ezért indított most petíciót a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, hogy rábírják a törvényhozókat a különös jogszabály megváltoztatására. A kezdeményezés ötletgazdája és a hozzácsatlakozók azt szeretnék elérni, hogy a szülő több mint 3 napot is igazolhasson, és hogy ne csak orvosi papírra lehessen visszaengedni egy korábban beteg gyereket a közösségbe. Olyan esetben is mi igazoljuk a betegség miatti hiányzásokat, hogyha a szülő felelősséggel otthon el tudta látni a gyermekét. Reggel lázas volt, délutáni rendelésre lejön, nem biztos, hogy bármit mi fogunk látni, vagy azt mondja a gyerek, hogy hasmenése volt reggel, hát ezt mi ott a rendelőben igazolni nem tudjuk.
Tehát ilyenkor, ha mi azt leírjuk, hogy beteg volt, akkor ugye gyakorlatilag a szülőben bízva írjuk le, hogy a gyerek beteg volt és hiányzott. És ami még itt szintén probléma, hogy az igazolás megszerzése miatt akár még egy napot otthon kell maradni a gyereknek, mert csak másnap tud lejönni az orvoshoz a szülővel együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!